aktuális balettpremiérhez, a Pigmalion hatáshoz készül a látvány az Operaház színpadán. A gyakorló termekben pedig a művészek próbálják a darab koreográfiáját. Ez pedig az Eiffel Műhelyház, ahol a darab díszletei és jelmezei készülnek. A bősége jó. Hazonja jó. Több mint 300 szett ruha, rajtuk több ezer kő, kézi munkával felhelyezve. Frak elasztikus anyagból, köntös, kétrétegű hernyósejemből. Csak annyira drága az alapanyag, hogy inkább próbaruhát csináltunk. És hosszú még az Eiffel Műhelyházban készülő színházi különlegességek sora. Mi versenytáncos ruhákat fogunk készíteni. Nagyon-nagyon sok kővel és tollal, és egy érdekes felépítési technikával, gumipántokkal. Egy ruhán nem, több ezer kő van. Úgyhogy ez most így kihívás. A szólóknál kell csináljunk versenytáncipőket is, a férfiaknál és a nőibe is. Kb. 90 pár. A gyártó műhelyeket végigjárva egyre tisztább képet kapunk a Pigmalion hatás aprólékos világáról, létrehozásának kihívásairól, lelkiismeretes alkotóiról. Mi alkotás lesz belőle? Tehát ahogy szoktuk mondani, hogy életet lehel az ember a jelmezbe. És ez hihetetlen boldogság nekem csinálni. De a lényeg mindig az, hogy amikor lepróbálom a művészre, akkor az legyen, hogy azt mondja, hogy igen, rendben van, és jó. Az mindent felettett azért a végén. Jöttünk a kísérni. Balázsi Gergő Ármint, a Magyar Nemzeti Balett etoáját, a szintén balettművész felesége, Felméri Lili és kisfia Bertalan is elkísérte a ruhapróbára. Ami nem jellemző, hogy fürdőruha anyagból készülnek az öltönyök és a frakkok. Ez teljes elasztikusságot biztosít, rugalmasságot minden irányba, tehát 100%-ban balett és mozgás kompatibilis. A jelmezkészítőknél elképesztő megoldások születtek, hiszen az elasztikus anyag merevítése vagy a kritikus várrész kialakítása nem hétköznapi feladat. De hasonló nehézségű kihívások a cipészműhelynek is jutottak. A Pigmalion Balettnél a cipészműhely számára az volt a legnagyobb kihívás, de még tart is, hogy azok a művésznők, akik általában a szólót szokták táncolni, ők általában spic, meg gyakorló cipőben táncolnak, inkább spic cipőben. Na most ez a produkció, ahol viszont inkább a standard táncvilágában játszódik, és itt olyan lábbeliket kell készítsünk, amiket eddig nem igazán csináltunk. Még meg kell ismernünk a lábukat is tulajdonképpen. Akkor mit mutassak még? Ami az én nagy kedvencem, hogy ez a két szín milyen gyönyörűen harmonizál. A Van Dyke barna, meg ez a kármin vörös találkozik, és ugyanakkor egy színnel fogom össze a kettőt. Kontrasztokat kell megjelenítenem, nem csak hogy viseltes legyen, hanem arra is kell nagyon figyelni, hogy hol festem meg, mert ez egy utcakép, ahol ugye az utcán élnek, ott amortizálódik, és ugye vannak olyan részek, például ezen a kabáton, ahol direkt nem nyúlok hozzá, mert az életszerűtlen, hogy egységesen pusztul le egy kabát. A kalapos műhely csipke, tül és köves fejdíszei mellett még távirányítós, világító sisakra is bukkanhatunk. Nem túl egyszerű, hogy egy táncos lányom van, majd később ezt szintén egy fiú is hagyja, és a lánynak hármas a feje, a fiú táncosnak meg jóval nagyobb, és akkor mindkettőjüknek jónak kell lennie. Ez a váza lakatos műhelyből indult, útját pedig itt folytatja, ahol több mint 254 különböző fajta organzából készült tollal borítják be, hogy olyan angyalszárnyként adhassák tovább, ami a színpadon megmozdul a világítástól. A Pigmalion hatás előkészületeiről következő adásunkban is láthatnak részleteket. A darab június 10-től látható az Operaház színpadán.